Úgy gondolom, hogy a majdnem 8 hetes munka meghúzta a gyümölcsét. Első meccsen debütálunként tudtunk nyerni, szerintem ez nagyon jó. Úgy gondolom, hogy a csapat még nincsen összeszokva, de éppen ezért dolgozunk, hogy ez jó legyen. Első bajnoki volt, ami ezzel jár, hullámzó játék, mindenki bizonyítani akart. De úgy gondolom, hogy szerencsére jó ellenfelet kaptunk, mert nem volt, tehát nem tudták kihasználni a hullámzó szakaszainkat, ezért a végén úgy gondolom, hogy magabiztos győzelem lett a vége. Én nem vagyok feltétlenül elégedett a játékommal, még úgy gondolom lehet mindig többet hozzátenni. Hát majd a folytatásban reméljük jobb lesz. Többiek meg olyan beállítottságúak, hogy szintén nem volt probléma, és eljutottunk egy szintre, aminél még tudunk tovább is menni, és jobb lesz. Úgy gondolom, hogy a lebonyított edzőmeccsek jól sikerültek, jól voltak felépítve. Úgy gondolom, hogy a két tornán való részvételen is tudtunk gyakorolni, és éppen ezért várom a lehetőségeket a csapattól, hogy egyre jobban és jobban tudjunk szerepelni. Úgy gondolom, hogy nagyon sokat számít a védekezésben egy hátulról jövő beszéd, egy irányítás. Sajnos a másik kapus, ugye külföldi, nyelvproblémákkal küzdött, de azon vagyunk, hogy ő is tudjon beszélni a többiekkel és irányítsa a falat. Úgy gondolom, hogy ez hozta meg a védekezésben a javulást. Úgy készülünk, mint minden bajnoki meccsen, hogy oda megyünk, mint a Tigrisek, és úgy gondolom, hogy tudunk játszani egy jó meccset, tudunk gyakorolni a hétvégén való bajnokira, ami az idegenben Gyöngyösen lesz. Ja.